Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Tudják, mi az a dupla tételes javaslat csomag? Az arról szól a Jobbik javaslata, hogy az a politikus, az a közszereplő, de szerintem csak politikus, de majd mindjárt megtudjuk a pontos részleteket is, aki közpénzt tulajdonít el, dupla büntetés kapjon. Tehát a kiszabható büntetési tétel, ami jelenleg van a BTK-ban, annak a duplája járjon. Saud Gábor, a Jobbik főpolgármester jelöltje a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Szóval ez kimondottan politikusokra, polgármesterekre, képviselőtestületi tagokra vonatkozna, meg országgyűlési képviselőkre? Kikre? Így van, a lényeg a közbizalom. Országgyűlési képviselők, polgármesterek, önkormányzati képviselők, akiket megválasztanak egy felelős pozícióra. Az emberek bizalmát kérik, hogy ők jobban csinálják, nem lesznek korruptak, már aki megígéri, mert sokan ezt se ígérik meg, de mondjuk a legtöbben... Hát olyat még nem hallottam, hogy valaki azt ígérte volna meg. Ha megválasztanak, korrupt leszek. Jó, ebben igaza van. Tehát a legtöbben ezt ugye elmondják, és utána elfelejtik. És ráadásul, hogyha lebuknak, akkor minimális büntetést kapnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben nem csak az ellopott közpénz fáj a közösségnek, hanem a közbizalom is sérül, és a politikába, a politikusokba, közéletbe vetett hit az oly mértékben roncsolódik, hogy dupla büntetést azt megfelelőnek tartom. Ön például megígéri a választóknak, hogyha bizalmat szavaznak önnek, akkor nem fog lopni, csalni, hazudni? Így van, mi erre tettünk ígéretet, a programunkba is leírjuk ezeket a megoldási javaslatokat, és pont ezért élünk ilyen BTK módosítási javaslatokkal is, ez ránk is vonatkozik. Tehát mi megmerjük tenni, hogy megszavazunk egy ilyen BTK módosítást, sokan csak beszélnek róla, de hogyha elszántak, akkor tegyék meg ők is, akár a Fidesz is az országgyűlésbe. Hát olyan bátrak önök, hogy ez például az 5000 fő fölötti településektől kezdve vezetnék be. Tehát az 5000 fő alatti kis települések politikusaira ez nem lenne érvényes. Meggyőzhetőek vagyunk. Hát például önök jellemzően az 5000 fő alatti kis településeken népszerűek, úgyhogy egyből az embernek a fejébe ötlik az, hogy ja, tehát mást büntessünk, de azért, ha lehet, mi maradjunk ki a büntetés lehetősége alól. Szerkesztő az, hogy meggyőzött. Akkor törüljük el ezt az 5000-es limitet is. A lényeg az, ami miatt na, első körben ezt javasolt. Tehát most az én kettő mondatom hatására változtat a választási programja? Elmondom, hogy ezt miért tűztük ki ezt az 5000-es limitet, de tulajdonképpen meggyőzhető vagyok, hogy ez se legyen. Ugye itt a csomagnak egy másik fele a vagyonosodási vizsgálat, kötelező vagyonosodási vizsgálat, akár önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek a ciklus végén, automatikusan mindenkire. Na most első körben, hogyha ezt minden kis települési önkormányzati képviselőn is le kell folytatni, akkor felmerülhet, hogy a NAV bírni fogja-e kapacitásban ezt a sok vizsgálatot, illetve sokan társadalmi munkában vagy minimális tiszteletdíjért végzik a kisebb településeken, akár a polgármesteri, akár az önkormányzati képviselői feladatot. Ez lett volna az indoka, de hogyha kormányra kerülünk, akkor meg tudjuk oldani azt, hogy a NAV-hoz plusz embereket felvegyünk, és akkor mindenkit átvilágítsunk. Azért tettük be a javaslatba, és szeretünk is vitatkozni erről, hogy ez lejjebb menjen, vagy egyáltalán törüljük ezt az 5000-es határt, mert akkor rögtön azt mondták volna, hogy hát ez oly mértékben mondjuk leterheli a NAV-ot, hogy lehet, hogy mással nem is tudnak foglalkozni. Na jó, de akkor most tisztázzunk egy pár dolgot. Ez a dupla tételes büntetés, ez most kizárólag egy országgyűlési választásra szóló választási program része. Ha igen, akkor most miért hozakodott ezzel elő az önkormányzati választási kampányban? Ezt elmondtuk már országgyűlési képviselők esetében is, de a tavaszi programunkban, az országgyűlési programunkban benne szerepelt az is, hogy ha ezt a csomagot elfogadjuk, akkor ez nem csak az országgyűlési képviselőkre, hanem szeretnénk, ha a polgármesterekre, önkormányzati képviselőkre is vonatkozna. És most ugye elmondjuk újra, hogy ezt a javaslat csomag ne, a feledés homályába ne vesszen, és nagyon szeretnénk, ha ez megvalósulna, és nagyon fontos egyébként az is, hogy a vagyonelkobzásra is egy külön kategóriát szeretnénk bevezetni. De várjon, most akkor ön azzal kampányol az önkormányzati választások előtt, hogy mit csinálna ön és a pártja mondjuk 2018-tól az országgyűlési választások után, hogyha önöknek szavaznának bizalmat a választók. Nyilván, hogyha a Fidesz, az MSZP, illetve a többi, hát jelen pillanatban a Fidesz-KDNP van többségben, nem fogadja el az országgyűlésben, akkor nem tudjuk helyettük elfogadni, csak hogyha meg lesz a többségünk. Tehát valóban igaz, hogyha ezt blokkolják az országgyűlésben, akkor csak 18-ban egy jobbikos többség országgyűlés tudja ezt elfogadni, de minden esetre már most is szeretnénk, hogyha mindenki vállalna ezeket a szerintünk, mindenki számára, vagy aki a közélettel foglalkozik, annak elfogadhatónak kellene lennie ennek a feltételrendszernek.
hát úgy tűnik, hogy a többiek ezt nem támogatják. De, hát lopós politikusokkal kampányolni igen népszerű, hiszen az embereket a politika, a politikusok ellen fordítani már olyan nagyon nem kell. Ezt látjuk a közvéleménykutatási adatokból, például a népszerűségi listákból, hogy hány ponttal lehet egy népszerűségi lista élére kerülni, és hány ponttal lehetett mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Na de most főpolgármester jelöltként, hát miért nem valami olyan témával kampányol, ami a fővárosiakat érinti, érdekli, amiben bízhat, hogyha önre szavaznának, akkor ön azt megvalósítja a főváros esetében. Tehát miért jön elő egy áprilisi javaslatukkal? Tulajdonképpen ez a politikus bűnözés elleni csomagnak a része, ami ugyanúgy a fővárosra is igaz, a főpolgármesterre, országgyűlési képviselők mellett, ahogy elmondtam, megyei, tehát fővárosi képviselőkre. Azért mondtuk el újra, ugye én országgyűlési képviselő is vagyok, tehát ebben a minőségben tartottam ezt a sajtótájékoztatót, természetesen budapesti programpontjaink is vannak, de hát Budapesttől sem elválasztható, és az önkormányzati kampánytól sem elválasztható ez a dolog. De még egy elemet hadd emeljek ki ebből, mert az fontos lehet, és ez nem más, mint itt a vagyonelkobzás, tehát hogyha nem tudja bizonyítani egy közéleti szereplő, hogy az a vagyon, ami az ő nevén van, az törvényes eredetű, akkor ezt a BTK-ban úgy módosítanánk, hogy egy kötelező vagyonelkobzást kelljen akkor erre a vagyonra vezetni. És attól nem tart ön személyesen, hogy mondjuk ezzel a lehetőséggel, hogy politikusokra ráhúzni a vizes lepedőt 1-2-3-4-5 évig is akár, amíg egy eljárás tart nyomozati szakban, aztán bírósági szakban, aztán lehet, hogy kiderül, hogy nem is loptak semmilyen közpénzt, de hogy ezzel mondjuk politikai ellenfelek hát remekül vissza is tudnak élni adott esetben. Tehát nem gondolja, hogyha még a politikus bűnözés elleni küzdelem jegyében még a tétet is megemeljük, talán még nagyobb lesz a kedve a politikai bűnözéssel való fenyegetés. Igen, hogy eszközt adunk Orbán Viktor kínai típusú demokráciájának a kezébe. Tehát tulajdonképpen a kérdés az erre felé. Érzem, hogy igen, tehát ebben persze... Hát nem, a kérdés azért nem, mert hogy ez maximum 2018, és akkor, hogyha önök kerülnek kormányra, jó, akkor viszont nem Orbán Viktor kezébe adnának ilyen fegyvert, hanem saját maguk kezébe. Én abból indulok ki, amit az emberek is látnak, és nem csak mi mondjuk, például a Task Justice Network, ez egy angol szervezet, megjelent a sajtóban is egy fél éve a kimutatása, miszerint a 80-as évek végétől kezdve offshore irányba Magyarországról a jelenlegi teljes államadósság 2,5-szeresét lopták ki ebből az országból. Ekkora összeget. És ezt nem mi mondjuk, hanem egy nemzetközi szervezet, ami és arra specializál. Politikusok? Hát a javarésze a politikán keresztül működött, a politika is kapcsolt részei. Na most ezek olyan tények, amelyekkel lehet vitatkozni, egyébként ez a nemzetközi szervezet megjegyzi, hogy ezek egy minimális becslések. Na most valakinek ezt a pénzt el kellett lopnia. És nekünk nagyon elegünk van belőle, hogy sem felelősöket nem látunk, sem a pénzek nem úgy egy töredékét, hanem én nem tudok mondani olyan esetet, hogy megtérült volna valamekkora összeg. Szeretnénk valamit tenni, mert ami az elmúlt negyed évszázadban történt, ez elképesztő. Mire gondol, milyen nagy politikus által ellopott pénzre gondol, ami sose térült meg? Még egyszer elmondanám, a pénz volumenét nagyjából tudjuk, hogy mennyit loptak el a magyar nemzettől. Hogy kik, az a következő kérdés. Ezt fel kell kutatni, meg kell keresni, és amit tudunk, vissza kell belőle szerezni, a felelősöket rács mögé juttatni, vagy de a közéletbe. Miért gondoljuk, hogy politikusok lopták? Hát a politikának meghatározó szerepe volt ebbe, a gazdasági elittel összefonódva történtek ezek az ügyletek, legalábbis az elmúlt 24-25 évnek ez volt a tanúsága. Tehát a tény, amit nem lehet nagyon cáfolni, hogy mekkora összeget loptak ki. Hogy kik, ezt kell megkeresni, és mi amikor elkezdtünk, vagy politikára adtuk a fejünket, ezek az igazságtalanságok fájtak nekünk, hogy valakik a magyar nemzet vagyonát ellopták, maffia módszerekkel ellopták, és ez nem téma, ez senkinek nem fontos. Ez mindenki múlt idő, vagy jelen idő? Hát valószínűleg jelenleg is folytatódnak ezek a gyakorlatok, hogyha azt látjuk, hogy például átadják a 4-es metrót és a világ egyik legdrágább metrója, vagy a Margit hídnak a felújítása, az drágább, mint Németországban egy új hidat építeni, vagy akár a Megyeri hídnak annak idején a története, amiről a szaksajtó is leírta, és különböző oldalakhoz köthető szaksajtó, hogy valószínűleg Fidesz meg MSZP közeli cégek, fővállalkozók lopták ki úgy a pénzeket, hogy nem fizették ki a magyar alvállalkozókat. Ezt akkor a médiában lehetett olvasni, és
erről bármiféle hírt vagy elszámoltatást hallottunk, semmit, és ezer ilyen ügyet lehetne felsorolni, az embereknek ebből borzasztóan elegük van. Budapesttel kapcsolatban van valami ötlete, hogy ha főpolgármester lenne, akkor mit csinálna? Mert még változatlanul országos problémákról beszélünk. Így van. Most azok is fontos dolgok. Most mondok egy egyszerű hírt, idefelé majdnem elkéstem az adásból, mert egy óra alatt a Jászai Mari téren. Nekem mondja, az infarktus kerülgetett. Nem értem ide, és nem értettem, hogy miért, időben elindultam. Úgy tűnik a sajtóosztályunkat, felhívtam, hogy hívja fel önöket, hogy késni fog. Azt mondták, hogy az Andrássy utat ugyanúgy van, lezárták. Teljesen végig keresztül Kassuth, mert valami felvonulás van. Talán pont valami autómentes kezdeményezés, pont ezt pénteken csúcsidőben. Az nem van az autómentes. Akkor nem tudom, hogy mi volt ez, de a lényeg, hogy megteheti Budapesten egy döntéshozó, vagy döntéshozók, hogy úgy, ahogy van, lezárják az Andrássy utat csúcsforgalomba, nem törődve vele, hogy mi fog történni, hogy az kit zavar, az autósokat kollektív bűnösökként kezelik, gonosztevőként, jó magam gépjárművel és közösségi közlekedéssel is nagyon gyakran jövök-megyek a városban. Tehát ebben a városban nem lehet közlekedni. Jó. Tehát, hogyha ön lesz a főpolgármester... Én nem fogom engedélyezni, hogy az Andrássy utat lezárják. Az Andrássy utat nem záratja le este 6 óra után, amikor ön vagy bármely pártársa az egyenes beszédbe igyekszik. Nem hiszem, hogy csak az én problémám. Programpontként nem rossz. Ezt nem hiszem, hogy csak az én problémám. Egyáltalán sokan ültünk ott a dugóban. Na de programja van. Hogy ne, ezt a jövő héten fogjuk bemutatni. Én nem mondom azt, mert hogy Falus Ferenc, hogy az időjárás függő, nyomda. Ez a mai dühe volt, amiről beszéltünk, de ez a düh lehetett volna tegnap előtt is, vagy a múlt év is. Tehát ez sajnos ez már egy negyed évszázados düh, amit sok emberben felgyűlöm. De változatlan, nem tudom, hogy ön mit szeretne Budapesttel kezdeni. Ez például az a szemlélet, amit meg kell változtatni jelen pillanatban. Büntetik az embereket minden szinten, például az autósokat jól megbüntetik, és így próbálják a közösségi közlekedés nem kielégítő eszközeire rákényszeríteni. Miközben ezt meg lehetne tenni jutalmazó szemlélettel is, tehát például, hogyha megfelelő P+R parkolók állnának rendelkezésre, megfelelő létszámban, gyorsan, kulturáltan el lehetne jutni A pontból B pontba, akkor az emberek jó része lerakná a gépjárművet. Mert nem saját ellensége. Mennyi pénzt és honnan származó pénzt fordítana a P+R parkolók kiépítésére? Úgy általában a közlekedésben azért bevételek is képződnek, főleg egyébként a gépjárművekkel kapcsolatosan. Parkolások, bírságok, akár a kerületeknél lecsapódó teljesítményadó. Hát bírságok nem fogunk büntetni, azt mondta. Jelen pillanatban. De mindig lesznek olyanok, akiket nyilván megbüntetnek, az más, hogyha a szemlélet változik. De ezeket a bevételeket jelen pillanatban, bár úgy látjuk, hogy ezek nagyoknak kellene, hogy legyenek, kézen közön eltűnnek. És a végén nem jelentkeznek sehol. Tehát alapelvként kellene rögzíteni. Hol tűnnek el ezek a... Vagy a parkolási cégeknél. Így van. Hát már olyan nincs is. Hát ez nem egészen így van, mert ugye a főváros és a kerületek, tehát na, kezdjük az elejétől. Ugye azt mondta a Fidesz a ciklusban, hogy ők megoldják, és majd önkormányzati cégek végezhetik csak a parkoltatást. Ugye volt egy ilyen nagyon jónak tűnő kezdeményezés. Igen ám, de kiadták egyébként sokszor ezek a cégek a különböző részfeladatokat magánvállalkozóknak, tehát megpróbálták kiadni. Mert az önkormányzatok? Így van, az önkormányzati cégek, akiknek ugye ott kellett volna tartani, kiadták ezeket a részfeladatokat. Ezáltal egyébként már megkerülték ezeket a szabályokat. És ami egyébként még ennél is felháborítóbb, hogy annak ellenére, és hogy mindenki tudja, hogy mennyi pénzt bedobálunk, jelentős jövedelmek, látható jövedelmek ebből nem származnak, mert ilyenkor mindig azt mondják, hogy hát a rendszernek a fenntartása milyen drága, ugyanez lesz egyébként a dugódíjnál is. De hát ez minden, minden kerületi költségvetésben hát, ott van, hogy mennyi származott a parkolási díjából. Igen, és pont ez a probléma, hogy ezek minimálisak ahhoz képest, mint amennyinek kellett volna. De térjünk vissza, hogy nézze meg, szerkesztő asszony, viszont térjünk vissza ahhoz a finanszírozáshoz, ugye, mert kérdezte, hogy a közösségi közlekedést miből lehetne finanszírozni. Én többször elmondtam, hogy például a budapesti közösségi közlekedés ugye, az nem csak a budapestiek problémája. Mert például az agglomerációból napi szinten több százezren járnak bedolgozni Budapestre. Ha valaki feljön vidékről, és mondjuk az ország keleti részéből a nyugatiba el szeretne jutni, akkor már csak a vasutak között is a közösségi közlekedést igénybe kell venni. Tehát, hogyha Budapestnek a közösségi közlekedése
lefullad, nem működik, a hármas metrót nem újítják fel, és ott gondok vannak, leállítják, akkor azt az egész ország megérzi. A budapestiek elsődlegesen, és az agglomerációban élők is napi szinten, mert nagyon sokan bejönnek. Pont ezért egy új finanszírozási rendszert kell kitalálni. Tehát az államnak igenis egy olyan rendszert kell kidolgoznia, hogy ezek a terhek, ezek ne csak Budapesten csapódjanak, mert jelen pillanatban ez történik. Hiszen ez egy olyan közösségi ügy a nagyvárosoknak, és főleg Budapestre, ez Magyarország szempontjából teljesen igaz, hogy ezeknek a költségeknek egyfajta új megosztását kell kitalálni. Egyébként hozzáteszem, és ez is, ezt is többször okkal elmondtuk, hogy például az Európai Uniós forrásokat is legfőképpen ilyen célra vonnánk be. Ugye mindig elmondta a kormány, mennyi pénz van, milyen sok pénz van az Európai Unióból, az EU kampány után pont egyébként ez egy aktuális téma is lett. Nagyon jó, itt minden nagyon szép, minden nagyon jó, de amikor valójában ezeknek a pénzeknek meg kellene érkeznie, és Budapestre kellene megérkeznie, akkor hát nem nagyon látjuk, hogy valóban ide azt mondják, hogy nem csak Budapest van ebben az országban, és az igazságtalan lenne, a minden uniós pénzt, vagy annak nagy részét a Budapest felé pumpálnak. Hát azért nagy részéről nem beszélünk, de ide még szerkesztő azt mondja, engedje meg, egy nagyon fontos dolog. Hétfőn interpelláltam ebből, és nem kaptam rá választ. Ez a Tarlós-Lázár konfliktusnak egy nagyon fontos mit eleme. Mit szeretne tudni, kérdezem? Hát, hogy ki hazudik. Ezt szeretném tudni. Azt nem tudom. A lényeg az volt, hogy itt egy olyan vita, személyeskedő vita láthat, a sajtóba is láthattunk egy vitát a főpolgármester és Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter között, amelynek a lényege az volt, hogy Lázár János azt mondta, hogy hát ők adnának pénzt, EU-s pénzt Budapestnek, tehát az EU nem támogatja, mert hogy túl gazdag Ebből Budapest. Ebből az alapból nem lehet. Hogy nem lehet. Uh-huh. Mire Tarlós István tájékozatlansággal megvádolva Lázár Jánost azt mondta, ja és még Tarlós István elküldte Brüsszelbe lobbizni, hogy személyesen szálljon fel egy repülőre, gondolom, így gondolta Lázár János, és menjen ki. Mire Tarlós István elmondta, hogy ez nem így van, mert az EU az kormányokkal áll szemben, és kormányokkal tárgyal, amit a magyar kormány támogat, azt támogatni fogja az Európai Unió. Most ezek után volt még egy pengeváltás, ugye Lázár János azt mondta, hogy az állatkertet viszont támogatni fogja, már csak Tarlós István barátja miatt is, ez egy elég érdekes és szerintem nem túl kellemes megjegyzés volt. De itt valaki nem mond igazat? De most inkább lépjen ezen túl, hogy ki mond igazat és ki nem. De a budapestiek isszák meg a levét. És képzelje magát ebben a helyzetben. Képzelje el, hogy marad ez a kormány, mert az országgyűlési választásokon már túl vagyunk, kormányt már, vagy pártot az emberek választottak, és mondjuk önnek szavaznak a budapestiek bizalmat, ő lesz a főpolgármester, és ön fogja majd ezt a csatát Lázár Jánossal vívni. Hát nem tudom, hogy ennél rosszabb lehet-e. Ennél rosszabb? Nem tudom, hogy lehet-e. De hogy mekkora esélyei vannak? De az biztos, hogy én az iskolákat és a kórházakat nem adtam volna át tálcán, és amivel jelentős vagyonvesztést is. Hát nem adta volna oda a főváros. Vagy legalábbis olyan feltételekkel. Oda fekszik a kórház ajtóba? Akár. Hát, hogy mekkora esélyei vannak a fővárosban, ha mai Nézőpont intézet felmérését látta, akkor annyira nem örülhetett. Nem áll túl jól a színája a Nézőpont intézet szerint. Mit szól ehhez? A Nézőpont kérdése. A Sonda Ipsos 30%-ot tévedett akkor ezek szerint, vagy más eredményt hozott ki felfelé, tehát ők már 10% környékén mérték a Jobbikot és személyemet. Nem tudom, hogy ekkora eltérés lehet-e közvéleménykutatók között. És egy dologra még felhívnám. 30%? Tehát 3 és 10%? Hát az egyik 10-re, a másik meg 7-re. Ez volt az eredmény, tehát az nagyjából 30%. Most nem vagyok matematikus, de hogyha pontosan kell, akkor számológép közbeiktatásával akkor végezzük el a műveletet. De a lényeg az, hogy ugye szokták mondani, hogy nem a közvéleménykutatást kell megnyerni, hanem a választást, ez közhely. Most tudja, viszont, hogy kit idézem? Viszont azt hiszem, ezt a szocialisták mondták annak idején. Azon belül? És nem tudom, Egyesi Péter? Kovács László, igen. Kovács László. Nem lőttem nagyon mellé. De a lényeg az, hogy azt viszont nem idézték, amikor például szintén a Nézőpont intézet országosan 26%-ra mérte néhány héttel ezelőtt a Jobbikot, ez országos eredmény. Tehát a Jobbikkal kapcsolatban mindig a gyengébb eredményeket szokták kiemelni. Én úgy gondolom, hogy Budapesten... Azt is idéztük, tehát minden adatot idézünk, most ez a legfrissebb, ez a mai Nézőpont. Ha idézték, akkor szerkesztő azt, hogy elnézést abszolút kérek. Idéztük. Én úgy látom, hogy a sajtóban is az úgy volt állal, hogy nem ezt emelték ki. Hogy mikor, hányadik helyen van, második vagy harmadik helyen áll a rangsorban a Jobbik, azt mindig el szoktuk mondani. És mit szól a
Fidesz ötletéhez, hogyha igaz, amiről ma a Népszabadság írt, lehet, hogy választás után egy olyan forgatókönyv lép majd életbe, hogy kedves választók, köszönjük, hogy bizalmat szavaztak Józsinak, Pistának, Juliskának, de egyébként lesznek helytartók majd a kerületek élén, és megszűnik ez a rendszer. Mit szólnál? Hát ez olyan jegezuhanyként ért, mint Falus Ferencnek a jeges vízpróba körülbelül. Elképesztőnek tartom, hogy ilyen hírek már csak felmerülhetnek, úgyhogy egy főpolgármesteri vagy főpolgármester jelölti vitára sem áll ki Tarlós István, egyébként Falus Ferenc se. És amit Ferenc meglátunk... Ferenc azt mondta, hogy kiáll, hogyha mindenki kiáll. Nem jött el az egyeztetésre, és ő akkor még nem tudta, hogy kijön el. Tehát azért volt ebben egy kis, de mindegy, most maradva a kormány ötleténél. Egészen egyszerűen abszurd, hogy lehet, hogy most választanak a kerületek újra polgármestereket. Mert ennek a javaslatnak ez volt az egyik lényege. Tehát lehet, hogy most 2014 őszén... Soha vissza nem térő alkalom. Soha nem lehet, hogy ezzel csinál a Fidesz kedvet a választóknak. Hát minél magasabb lehet, csak akkor álljanak ki, és hivatalosan ezt erősítsék meg. Egyetlen egy gondolat erejéig térjünk vissza arra, hogy akkor most vehetem ezt ígéretnek, hogy a meggyőző kettő mondatom hatására az 5000 fő alatti települések politikusaira is érvényesnek tartanák az ötletük szerint a dupla büntetési tételt? Így van. Tehát kiterjeszthetőnek tartjuk, mi meggyőzhetőek vagyunk. A demokratikus közbeszédnek ez a meggyőzhetőek, jó oldala. Vagy meggyőztem önt személyesen? Én azt hiszem, hogy ha a szerkesztőasszony ezt jónak látja, és elfogadhatónak tartja, akkor én hajlok arra, hogy változtassunk ezen, és mindenkire kiterjesszük. Legközelebb írok egy listát, hogy mit tartanék én ilyen nagyon ildomos. Én megeljövök, ebben az és válaszolok rá szívesen. Ebben az országban, hát, ha mindenki teljesíti a kívánságot. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.